Szerbusztok! Most megmutatom, hogy én hogy csinálom az amerikai káposzta salátát, jó? Azzal kezdem, hogy vékony csíkokra, ez egy kilós káposzta, de hát ebből ugye a torzsály, amire kijön meg ott a tövet, tehát szerintem egy ilyen 80 deka káposzta lesz, és most ugye hát ezt ilyen nagyon kis vékonyra jó szeletelni, tehát kicsit tovább tart, de ha van otthon mandolinotok, tehát ilyen gyalú vagy konyhagép, amivel tudtok jó vékony szeleteket csinálni, akkor azzal is lehet, de akinek már megy, az meg már vághatja nyugodtan kézzel is. Jó, és a lényeg, hogy most először ezt fogom ilyen kis szép vékonyra felszeletelni. Na ennyi lett ez körülbelül 80 deka, mert ugye a torzsáját kidobtam, de hát nézzétek meg, hát ez olyan kiadós, és egyébként meg tök olcsó saláta, tehát hogyha megnézzük akkor, hogy mennyi kell hozzá összegben, akkor nem nagy dolog. Egy csapott teáskanál sóval összekeverem, és félreteszem, azért kezdtem ezzel, hogy egy picit a só szívja meg, de még teszek egy picit rá, egy rendes teáskanállal, jó? Na egy csapokkal. Mert úgyis ki fogom nyomkodni, tehát nem lesz ez túl sós. Ezt most félreteszem, és összevágom a hagymákat is. Azt így négy felé vágom itt a új hagymának ezt a részét, és szépen földarabolom. A zöld részét meghagyom, hogy olyan kis karikás legyen, vagy esetleg még egyszer így át lehet húzni, hogy ne olyan fél karika legyen. Lényeg, hogy most ezt is fölvágom. A lila hagymát meg finomra fogom vágni. Meggondoltam magam, mégse finomra vágom, csak ilyen kis csíkokra, hogy hát jobban mutat úgy a salátába, ha egy picit láthatóbb a dolog, és ezt most annyira fogom megsózni, mint hogyha mondjuk kenyérrel enném, tehát a reggeli mellé amennyire egy hagymát, mert ezt nem fogom kinyomkodni, de ha kicsit lesózzuk, akkor veszít, tehát így megszólom egy picit sóval, akkor veszít a erős nyers hagyma ízéből, ezt egy kicsit itt össze tuningolom, ugye már tök jól néz ki, és ezt már abba az edénybe, amiben be fogom keverni a salátát, abba az edénybe teszem bele, és erre szépen ráreszelem ezt a, ez ilyen 12 deka volt, miután megpucoltam, ráreszelem a sárgarépát. Belereszeltem, és csak így simán összekeverem. Most azon gondolkodok, hogy nem házi majonézt fogok csinálni, hanem én boltival csinálom meg, hogy lássátok, hogy azért abból is lehet tartát meg mindent keverni, hogy hát aki nem szeret vele pepecselni, vagy fél tőle, az is azért lássa, hogy lehet egyébként elég jó kajákat csinálni még a bolti dolgokból is, és én fogok beletenni almát is, de az csak akkor, amikor már szinte minden össze van állítva, akkor fogom ezt julienre vágni, és akkor keverem bele, hogy ne barnuljon meg. A káposztát hagytam egy fél órát állni, látszik is, hogy így összébesett, és most szépen így kinyomom a levét, és beleteszem az összevágott saliba, és nem fogom ezen kívül sózni, tehát majd az öntetet se. Most jó erősen kinyomom, hogy nehogy sós legyen, maximum akkor a végén majd, ha megkóstolom, hogy milyen. Viszonylag sok lé kijön egyébként belőle, meg nem maradt túl sós, de azért figyelni kell, mert kivenni nem lehet hozzátenni, igen. Na kinyomkodtam, még a végén el fogok férni ebbe a tálba, és mert azt hittem, hogy vissza kell rakni abba a nagyba, és azt majd itt szépen ugye egy össze kell keverni. De már most tök jó illata kezd lenni egyébként így a benne lévő zöldségektől, és akkor most megcsinálom hozzá az öntetet. Na és most direkt ez egy ilyen, az egyik legolcsóbb ilyen majonéz, egyik multinak a saját márkás terméke,
És akkor ebből ahány kanál majonéz, annyi kanál tejfölt, és mondjuk három kanállal csinálok. Ugye a tartálmártás is úgy készül, hogy a majonéz alapmártásba az ember beleteszi a tejszínt, fehérbort vagy a tejfölt, ugye ki hogy csinálja. Na és akkor most három kanál tejfölt teszek mellé, ennyi mártás bőségesen elég lesz. Sót ugye most nem teszek bele, mert a káposzta sózva volt, teszek bele egy teáskanál cukrot első körben. Jaj! És a kedvenc ilyen kis séf bácsimtól, van egy ilyen kis fűszertartóm, egy kis őrölt borsot. Most azért nem a kézit használom, mert ez durvábbra őrüli, tehát most egy ilyen kis finomabb borsot teszek. Ezt is ízlés szerint, és akkor ezt most összekeverem, és majd felment a bors borromba. Annyira, hogy a cukor feloldódjon, utána megkóstolom, és kell még utóízesítem. Na, megkóstoltam, nem lett rossz íze. Citromot azért nem tettem bele, mert ezek a bolti majonézek nekem eléggé savanyúak, főleg ezek az olcsóbb kategóriák, úgyhogy nem akartam jobban elsavanyítani. Ennek most egy ilyen kellemes tartálmártásra hajazó íze lett, és átraktam végül ebbe a nagy távba a salátát, mert ebbe könnyebb összekeverni. Most csak itt simán fogom, és ráteszem a majonézt, és összekeverem. És akkor így bele se kell nyúlnom kézzel, mert akkor így nem kell összepacsmagolni magamat. Na, négy kanál az új három, mert kicsit száraznak találom. Ugyan még fognak a zöldségek egy pici levet engedni, de még egy kanál majonézt, meg még egy kanál tejfölt összekevertem, és ezt is belekeverem. És most már akkor nem várok tovább, hanem belerakok. Én ezt édeskészen szeretem, egy ilyen evőkanálnyi mézet. És egy ilyen finom, édes, savanyos, pikás kis mártás lesz, és akkor most keverem még egyszer át. Na és most jött el a pillanat, amikor julienre vágok bele egy olyan 10 dekányi almát. Azért vágom és nem reszelem, mert nem roncsolódik annyira az alma, nem fog annyi levet engedni, jó? Még ezt lehet ilyen kis rövidebb csíkokra is vágni. És így héjasan szépen ilyen julienre föl darabolom, egy olyan 10 dekányit vágok bele, az nagyjából ekkora almából annyi fog kijönni, és ilyen kis szép vékony csíkokra megvágom, és beleteszem a saliba, és hozzákeverem. Azt most nem mutatom, hogy ne menjen az idő. Na, ennyi alma maradt meg, ezt meg szépen lerágcsálom. Na, és kész is van. Most így egy kis kóstoló. Tök jó. Most átteszem egy ilyen műanyag tálba, és megy be estig a hűtőbe, ugye ezt vacsorára fogjuk enni. Szerintem most roston karajt sütök hozzá, mert vett az asszony egy akkora karajt, hogy sose fogy el. Úgyhogy nagyjából egy ekkora tállal lett ennyi zöldségből, és pár száz forintból megvan, és tök finom. Jó? Na, ennyit akartam mutatni, én így készítem az amerikai káposztasalátát, jó étvágyat hozzá, jó főzést, könnyű kajákat, sziasztok!